A felsőgargamenti település Püspök 60 zenei élete 1999 óta pezsdült fel, amikor is Ukrajnából a faluba települt Pál Lajos és felesége Katalin. Az ő hatásukra a zeneiskola élettel telt meg. A szimfonikus zenekarban szokásos hangszerek mellé még választhattak a gyerekek cimbalmot, citerát és harmonikát. Pál tanár úr és a gyerekek hatására a szülők és nagyszülők is zenélni kezdtek, családi együttesek alakultak. Azóta minden évben megrendezik a zenélő családok vasárnapját, idén február 15-én. Farsang utolsó vasárnapján szoktuk tartani, immár 13. alkalommal, tehát ezt úgy hívják, hogy zenélő családok. És akkor a környező falvakból vagy Püspök 60-ból, tehát mindig változó, jönnek a családok, felállnak, zenélnek. Én persze előtte meghallgatom, egy kicsit igyekszem megfésülni, koordinálni. A műsor elején testvérpárok játszottak, illetve olyan gyerekek, akik négykezes versenyekre készülnek, tehát ebben benne volt a feleségem munkája. Aztán láttunk olyan családokat, mint a Gólya család, akik egy hagyomány őrző család. Igazából a rangsor ugye a parancsnok, az édesanya, Gólya József név, Király Mária, aztán hogy hölgyek elsőbségben a nagyobbik kislányom, aki ikerpárja Marcinak, ő Gólya Sára, a győri egészségügyi főiskola hallgatója, de megőrizte a zene szeretetét és alkalmasint műveli is. A másik kislány a kisebb ikerpárnak a hölgy tagja, most már lehet így fogalmazni, ő Nagybőgős, Gólya Eszter, és most a gödöllői Premontrai Gimnázium egyházzenei szakán van. Aztán a nagyobbik fiú, Gólya Marci, a nagyobbik ikerpár fiúja. Ő a Liszt Ferenc Egyetem másodéves hallgatója, cimbalom szakon, Balogh Kálmánnál. És Péter a vakarcs, a legkisebb, ugye, hogyha így lehet mondani, de a méretek már kezdik meghazudtolni ezt a fajta állítást. Ő pedig a Váci Pikéti zeneiskolában népi brácsást tanul. És végül, de nem utolsó sorban, Gólya József. Isten éltessen benneteket. Egy alkalommal, nem is tudom hány éve, de hogy 50 az biztos, meghívott a Lajos, és hát akkor még csak a kettő nagyobbik muzsikált segítségemmel, egy teljesen más, egyszerű kis dolgot, és most ugye másodszor már turál jártak ezen a újévi, szokásos évi újévi koncerten a Lajosok, és akkor mondta, az idén feltétlen elvárnak, hát és most itt vagyunk. Régóta ismerem Pál Lajost, gyakorlatilag a kárpátaljai zenei táborokból, Tiszapéterfalváról, ott anno a Valga zenekarnak a házadó vagy otthontadó, műhelytadó családja volt, és a kapcsolatot kezdődött, aztán az évek során kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de azért a mai napig is tart. Kis mennyecske vagyok én, kinek csak kell, jöjjön ide, adok én. Adtam csókot, adok is a legénynek, úgy is tudom, jól esik a szegénynek. Adtam csókot, adok is a legénynek, úgy is tudom, jól esik a szegénynek. Van-e ennek a családi felállásnak neve?
Nincs. Ez ilyen ad-hoc produkció. Gyakorlatilag egy CD-t a gyerekek már csináltak, az EMSE zenekar, és ott, hogy próbáljam érzékeltetni azt, hogy a hagyomány meg az örökség valamilyen módon átadódott, ott gondoltam, hogy az első trackba beszállok citerával, és ugyanúgy, mint ahogy itt szólt, körülbelül az hallható ezen a CD-n. A püspökhatvani családi zenevasárnapnak tengeren túlról érkezett vendégei is voltak. Amerikából Magyar Kálmán és gyermekei, illetve azoknak a gyerekei, tehát három korosztály, és ez azért volt érdekes, mert New Jersey-ben, ezelőtt vagy 3-4 évvel Amerikában náluk laktunk. Ők szervezték nekünk a turnét, és akkor első alkalommal mi is a családdal muzsikáltunk 4 államba 18 műsort. Most közvetlen Budapestről érkeztünk, de előtte Amerikából, New Jersey, New York környékén élünk, most már több mint 50 éve vagy feleségemmel, és hát ott munkálkodunk és ott dolgoztunk egész életünkben, most már nyugdíjasak vagyunk, a magyar közösségekben, főleg Észak New Jerseyben és New Yorkban, ott próbáltuk a magyar kultúrát szorgalmazni, megosztani az amerikaiakkal, és tanítani a magyaroknak, és megmutatni nekik, hogy milyen gyönyörű és szép a magyar kultúra. Ezt a formációt, amit most a színpadon láthattunk, ez előfordul máskor is, hogy így összeáll a család és zenél, táncol? Igen, hát szeretünk, nagyon szeretünk együtt lenni, zenélni, és hát igyekszünk az unokákat is szorgalmasan, hogy tanulják és tudják meg, hogy milyen élvezet az, amikor valaki együtt van, és tud énekelni, és táncolni, és zenélni együtt, úgy, mint család, úgy, mint barátok. A magyar kultúrának ez a formája nagyon szép, nagyon szeretjük, és nagyon fontos, hogy megőrizze a következő generáció is ezt is. Hát ez volt nálunk is mindig a lényeg, és nem csak mi vagyunk egyedül, nagyon-nagyon sok amerikai magyar van, aki ugyanígy gondolkodik, mint mi. Mi csak egy család vagyunk a sok amerikai magyar közül. Lajos klasszikus zongorát tanít az iskolában, de amellett fölkarolja a népzenét tanulókat, és ő rakja össze őket, tehát ő csinál belőlük zenekart. Hát az első zenekara a Margetán Máté Jobbágy Bencével filmjenzett zenekar közül már hárman zeneakadémiát végeztek, kiváló zenészek lettek, ebből élnek. Azt követően még 3 zenekart nevelt, tartott össze. A legkisebbek most kísérték a hagyományőrzőket. Főállásban ugye én
hangszeres tanár vagyok, tehát harmonikát oktatok, és most augusztus 8-a óta, múlt év augusztus 8-a óta nyugdíjas vagyok, de egy napot voltam nyugdíjas, mert 9-én már megint felvett az igazgató, úgyhogy kipróbáltam, milyen az. És most, hát ilyet se láttam még, hogy 6 gyerek várólistán van, tehát úgy, mintha műtétre várnának. Nem győzöm tanítani, mert a nyugdíjasnak nem lehet csak 10 tanítványa. Hol érzi magát leginkább otthon? Hát ez most már így érdekes, mert ha hazamegyünk Kárpátaljára, akkor az otthon ténylegesen, de ha visszajövünk, akkor ez is az otthon. Meglátom Püspök 60 tornyát, és melegség, jó érzés fog el. Következik egy kis csemege megint, két testvérpár, Molnár Lacika és Molnár Móni, zongora furuja, illetve kettő gyönyörű szép Pálházi leányzó, Pálházi Szilvia és Pálházi Eszter, klarinét furuja. Fogadják őket szeretettel, egy orosz népdalt fognak előadni. Jelent Püspök 60-nak Pál Lajos tanár úr? Pál Lajos, amikor ide érkezett tizenvalahány évvel ezelőtt, teljesen felkavarta az állóvizet. Egy személyes példát hadd mondjak erre. A gyerekeim zongorát tanultak a zeneiskolában, de sajnos nem bírták kiverni a Lajost, és korábban abba hagyták. Az osztálytársa, akinek talán szigorúbb volt az édesapja, az nem hagyta, hogy abba hagyja. És amikor Lajos kezdte tanítani, azt tett észre, hogy nem kell már küldeni, hogy mennyi gyakoroljál. Magától odaült, és csináltam. Ezen kívül Lajos mit jelent? Mindenkit megfertőzött a zenével. Én 50 éves voltam, amikor először vettem kezembe hangszert. Ez is a Lajosnak a fertőzése volt. És annyira magával ragadja az egész települést zeneileg, hogy óriásit nyertünk vele. Néha enged el magad, már is jobb a hangulat. Az a fontos, hogy megtaláljuk az élet, mitől szép látod, már is minden rendben van. Néha kell egy jó kis dal, néha kell egy korty dal, kell egy világtársaság, a véleménye önnek erről a Kodály örökségről, hogy a családok együtt zenéljenek? Hát ez rendkívül nagyszerű dolog, és akár Kodály tanár úr, akár Pál tanár úr, teljesen mindegy, ezek a motorok, ezek nagyon-nagyon el kellenének a ország minden pontjára, hogy működjenek ezek a dolgok, mert ilyen klasszikus kabaré kifejezéssel élve a téma az utcán hever, csak le kell érte hajolni és felvenni, hát van itt emberanyag, vannak ügyes gyerekek, vannak tehetségek, tényleg csak azon múlik, hogy van, aki összefogja és koordinálja ezeket.
az elkövetkezendő időszakban mit terveznek, milyen kihívásoknak próbálnak eleget tenni? Hát, ami a legközelebbi feladat, az április 24-én lesz a Papp László Sportarénában egy Magyar Mennyegző című darab, ami 90 perc, és Novák Tatának a lánya, Novák Eszter a rendezője, és hogy nem, Pál Lajos a zenei vezetője, szerkesztője. Tehát most amivel nyugdíjas vagyok, kiderült, hogy elég jól tudok összerakni zenéket. A győri Vaskakas balettnek összeraktam egy kis zenét, és az lement 6-szor New Yorkba a Broadway-n, és sikeres volt, és már én is kezdek egy kicsit ilyen bátrabb lenni. Tehát ez lesz az elkövetkezendő feladat, és jövőre pedig egy nagyon nagyszabású művet szeretnénk összerakni a Magyar Állami Népégyüttes részére, Kodály nyomán, tehát abba a stílusba, és annak már most a pávadallamokat már most kezdem szedni összefele, és rakosgatni összefele. A rendezvény vége felé közeledve, amellett, hogy szeretném megköszönni Pál Lajosnak és Katalinnak ezt a szép délutánt, szeretnék egy örömteli hírt megosztani önökkel. Kezemben tartom a Falvak kultúrájáért alapítvány levelét, amelyben arról tájékoztatnak, hogy az alapítvány, idézek a levélből, az alapítvány 4 földrész 13 országában élő 122 lovagját kérte föl, hogy tanácsadó testületként segítse a Kultúra Lovagja címre benyújtott 207 pályázat értékelését. E közösség véleménye alapján 2014. december 3-án hozta meg a döntését a kuratórium. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma a tanácsadó testület javaslata alapján Püspökhatvan község önkormányzatának jelölését elfogadta. 2015. január 18-án a Korintia Hotelben a Magyar Kultúra napján Pál Lajos tanár úrnak a Magyar Kultúra Lovagja címet adományozta. Ebből az alkalomból köszöntöm most tanár urat, illetve Katalint, aki segít mindig Lajosnak a háttérben, irányítja a dolgokat és segíti. Tudjuk jól, hogy egy sikeres férfi mögött mindig egy szolgáltkész asszony áll. Én kívánom, hogy a tanár úr még nagyon sokáig legyen a település kulturális lámpása. A püspökhatvani zenélő családok vasárnapját a már hagyományos közös éneklés zárta. A zárószám következik. Ha nem sikerül elsőre, akkor leénekelhetjük kétszer is akár. Most tessenek megfigyelni, ismerjük a számot és énekeljük. Persze, hogy a fiúk segítenek. Az érzést elhallgattatni úgy sem tudom. Meg nem álmodni, úgy sem tudod. Ujjaid közül a bor, úgy számít szürke bor, és a lesz, hogy lesz. Azért vannak a jó barátok, hogy a vége vesztett álmot, hozzák néked, hajre szép napot. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyat. Azért vannak a jó barátok, hogy a régen vesztett álmot visszahozzák néked, hajre szép napot. Visszaidézni egy fázós halad.
Visszaidézzék egy fázós alkalom.